Sziasztok, Józsó vagyok, és itt a Rome Total Wars folytatásának a második része. Na, akkor ugye elfoglaltuk Seges, tehát könnyű volt, amit láttátok előző videóban, nem volt valami nagy nehéz feladat. Úgyhogy akkor játszunk is tovább. Hát, nézzük meg. Hát, nem szerencsés, hogy a frakcióvezető itt van kinn, úgyhogy meg is nézzük, hova tudnánk be. Lucius Julius. Hát jó helyen van itt. Arminium, Quintus Julius. Jó, ide betesz. Nem fontos, hogy neki a fővárosba lenni. Így. Hát 5090 denáriuson van. Hát nem a legtöbb, de több mint de semmi. Akkor helytartói... Mi ez? Helytartói házat megépítsük. Adók normál mértékűek, szerintem jó is. Hát igen, nincs még nagy területem, ugye ez hosszú hadjárat, úgyhogy, hát hogy is mondjam, nem egy-két részes lesz a videó, úgyhogy szerintem jöhet következő körváltás, és akkor nézzük, hogy mi a helyzet. Megfelelő férj Fadia nevű lánynak, 44 éves. Nem baj, jó lesz, nem hal ki legalább. Település elfoglása Mediolanium, nézzük hol van. Hát azt nem lesz egyszerű elfoglalni, maradjunk annyiba. De ugye én nem szoktam követni a szenátusnak a feladatait, csak hogyha ugye Julius házzal vagyok, mert azért itt tényleg a gallok nagyon erősek. Tehát Gallia az annyira erős, hogy olyan sereget fel tud állítani pillanatokat, amivel nem tudok mit kezdeni. Hát és most pont kapóra jött izénk, hadvezérünk, úgyhogy az új kis, mond új szeretője az egyik családtagunknak, úgyhogy itt az idő, hogy megmutassa, hogy mit tud érdemes-e a családra. Úgyhogy hát akkor támadás mediolom. Támadjuk semleges frakció, persze, még úgyis egy-két körön keresztül lenne csak semleges frakció. Reméljük sikerül elfoglalni, és ugye hát ez egy elég fontos város a galloknak, tehát így jó nagy falunak van írva, de ez meg Patavium nagyon-nagyon fontos város, mert ugye itt vannak a rómaiak szélénél, és itt ugye vízhez közel van, Patavium, nagyon jó város, nagyon szeretem elfoglalni. Jó sokat lázadoznak, de jó nagyon. Egyetlen egy város van, amit úgy gondolok, hogy értelmetlen elfoglalni, az pedig Kártágó. Mert ott mindig lemegy mínusz 4-5 ezrekbe izé a vagyon, és az úgy nem tolerálom, hogy folyamatosan lemenjen a vagyonunk. Úgyhogy nem a legmegfelelőbb. Akkor be is megyünk lopakodni, ha sikerül. És akkor lesz, aki kinyisse nekünk a várkaput. Remélhetőleg. Na. Hoppá. A frakció örökösünk. Örököse védni. Nem baj. Végül is. Nem olyan erősnek tűnik. És ez meg, hogy csak egy hadicsapat van vele. Az... kifejezetten jó nekünk. Úgyhogy akkor csinálunk egy körváltást, most úgyis se tudunk semmit se csinálni igazából, csak csináljuk először a szenátus feladatát. De amint láttam, most növekedett Pataviumba például, hogy hatalmas sereg érkezett, így ahogy látom. És... igen, sikerült. A kémek beszivárogott erre a településre, 40%-es van annak, hogy kinyitja a kaput, hogy támadunk. Ez nekünk nagyon jó. Viszont, igen, már többen vannak lassan, mint mi, úgyhogy most betámadunk. Ugye a faltörőkost azt kérünk, szépen így csinálunk, és akkor ugye háborúdul köztünk, hamarosan csatlakozik hozzánk a Brutus és a Scipio ház is. Hoppá, csak a hadvezérünk van, akkor itt toborzunk egy pár katonát, innét meg kéne elküldeni. Nem küldünk, hanem
hogy úgy lenne jó két hadvezérem lenne, de nem akarok két hadvezért, mert hogyha véletlenül veszteséges lenne a csatát, akkor az úgy nem lenne kellemes, meg ezt sem így szerettem volna. Így. Na, jó, akkor diplomatánk meg vonuljon el mondjuk erre. Szépen. És akkor kötünk üzleteket, és jobban fog jönni a denárius, sokkal jobban már igazából. Én nagyon sok emberkereskedelmi egyezményt kötök, és akkor ugye, amikor majd meggazdagszok, akkor szoktam az úgymond igazi nagy hódítást elkezdeni. Két-három sereggel, egy ilyen teljes létszámú sereggel elindulok, és ugye az folyamatosan utántöltés van a zsoldosok lévén. Úgyhogy onnantól van az, hogy szinte megállíthatatlan sereg, hogyha nagyon ki vagyunk fejlődve már. Igen, most már mindenki Gallia ellen van, nem baj, ez nekünk csak jó. Úgyhogy most jön az, hogy megpróbálunk, hát nem sikerült, de akkor hát egy ilyet bepróbálunk, hogy ezek csak védjék. És akkor elvileg, igen, tudunk támadni. Érdekes lesz, maradjunk annyiba. Hát 1100-an vagyunk, de az ott elég kellemetlen lesz, úgyhogy harc a csata térképen, hogy természetesen lássátok, hogy mi történik. Remélem belefér az egész csata a videóba, ugye max 15 perces teszek fel. Igazából azzal nincs annyira nagyon sok idő, meg úgy, igen. Meg azzal az idő se megy el olyan sokáig, tehát hogy lekonvertálja a videót, mert ugye én összevágom, lekonvertálja a videót, az például nagyon-nagyon sokáig tart. Mondjuk tegnap, ugye tegnap tettem fel az első videómat, az, hogy is mondjam, nagyon gyorsan sikerült. Örültem is neki, mondom, jaj, de jó, nem megy rá az egész napom arra, hogy konvertáljon a gépem. Hát, amit látjátok, egy szép nagy falu. Úgyhogy, igen. Hadvezérünk itt áll, úgyhogy akkor seregrendezést kezdjük is, mert most mire várakozzunk. Semmi értem várakozni. Ez egy hatalmas nagy falu. Most még azt mondom, hogy bevehető, de hogyha később állnak neki bevenni, ha most véletlenül nem sikerülne bevenni a falut, akkor lenne az, hogy ajjaj, bajba vagyok, mert annyira nagyon jó kifejlődik, ugye kőfal, minden, és ugye hatalmas falu, tény, hogy ez szerintem a játék majdnem egyik legnagyobb, úgymond elején faluja, mert ugye jó, ott van Aretium, meg ilyenek, tehát a mi falujaink, városaink, kisvárosaink, persze nagyobbak, de azok jobban ki vannak fejlődve, de mivel ez egy barbár falu, ez ugye nem tud annyira kifejlődni, ugye, és hát nem szabad neki annyira kifejlődni, ezért is ennyire erősek a gallok. Úgyhogy remélem, hogy sikerül, és győzelemmel zárom a második csatámat is, aminek én kifejezetten örülnék, mert hát igen, jó lenne megnyerni, lovasságot ideállítsuk meg, így, és hadd